Viszonylag rövid idő alatt elég sok ilyen büntetés íródik Nyíregyháza egyik forgalmas útszakaszán. Március 11 és 17 között az egész országban ellenőrzésekre lehet számítani. Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata, más néven Roadpol, ezzel az akcióval igyekszik felhívni a figyelmet arra, hogy a biztonsági öv és a gyermekülés sok esetben életet menthet. A mai naptól kezdődően egészen vasárnapig tart egy akciósorozat a Roadpolnak, a seatbelt elnevezésű, más néven a biztonsági, illetve a passzív biztonság technikai eszközöknek az ellenőrzése irányuló nyíló célirányos ellenőrzésünk. Ebben az időszakban gyakorlatilag Vármegye közútjain 8 szolgálati csoport által több helyszínen kiszámíthatatlan időszakokban ellenőrzik a közlekedésben résztvevőket. Elsősorban biztonsági övet nem használóknak az ellenőrzését hajtjuk végre, de természetesen a gyermekbiztonsági rendszerek, illetve a egyéb más, mint a bukósisaknak nem megfelelő használatát is ellenőrzik a kollégáim. Az elmúlt években is volt ilyen, több napon át tartó fokozott ellenőrzés, az eredmények pedig arról árulkodnak, hogy még most is nagyon sokan nem használják, vagy nem megfelelően használják a passzív biztonsági eszközöket. Sajnos az ellenőrzések során folyamatosan azt tapasztaljuk, hogy hiába ez is be van már halangozva múlt hét óta országosan, hogy ezt az ellenőrzést csináljuk, illetve fogja végrehajtani a rendőrség, Európa szerte is természetesen, mégis attól függetlenül az emberek felelőtlenek és nem használják a biztonságot, nem csatolják be, vagy a gyereket nem csatolják be a gyermekbiztonsági rendszerükben, hiába az ülésbe belerakják, de a magát az övet nem használják. Ezzel veszélyeztetik a gyereknek a biztonságát, illetve saját magukét is természetesen. A szakember azt mondja, saját biztonságunk a legfontosabb, tehát ne csak az esetleges büntetés felelősségre vonás elkerülése érdekében tartsuk be az előírásokat. Ezekben az esetekben közigazgatási bírság kiszabására számíthattak a állampolgárok, a gépjárművezetők. Itt a biztonsági övé elmulasztásának használata során, illetve a használatának elmulasztása során büntetőpontot is kapnak. Ami gyakorlatilag nem a bírságnak az összege fog fájni adott helyzetben az állampolgárnak, hanem inkább a büntetőpont, mivel 18-at hamar össze lehet szedni ezekből a apróbb, általuk apróbbnak nevezett hiányosságban, hogy elmulasztják használni a biztonsági övet. Az online térben szimulációk, kisfilmek is fellelhetők arról, hogy mi is történik egy autó belső terében egy ütközés során. A szakember szerint ezek megfelelően szemléltetik azt, hogy az öv és a gyerekülés használata a biztonságosabb autózás elengedhetetlen feltételei.